EMS-28201 OW típus jelzésű Electrolux mikrohullámú sütő, egy 28 literes űrtartalommal rendelkező készülék. Egy grill funkció is megtalálható benne, melynek a teljesítménye 1000 watt, maga a mikrohullám teljesítménye pedig 900 wattos. Teljesen elektronikusan vezérelt készülékről van szó, nyomógombokkal, illetve egy elektronikus forgókapcsolóval tudjuk a általunk használni kívánt funkciót, időtartamot, illetve a programidőt beállítani. A nyomógombok segítségével tudjuk kiválasztani, hogy aktuálisan mit szeretnénk csinálni, kiolvasztani, melegíteni, illetve grillezni. Az alsó nyomógombbal pedig a mikrohullám teljesítményét tudjuk szabályozni, gyakorlatilag 900 wattról tetszőlegesen tudjuk csökkenteni az értékét. Forgókapcsoló segítségével tudjuk beállítani a használni kívánt működési időt, gyakorlatilag szinte másodperc pontossággal, illetve van egy 30 másodperces gyors gomb rajta, ha egy egyszerűbb kávét akarunk például megmelegíteni, akkor ahogy benyomjuk, 30 másodperces időtartammal azonnal indul a melegítés. Ha kétszer nyomjuk meg, vagy akár többször, akkor annak megfelelően annyiszor 30 másodpercet tudunk egy érintéssel bekapcsolni. A készülék rendelkezik egy úgynevezett súly alapján történő kiolvasztással, illetve működéssel. Az általunk behelyezett, illetve mondjuk kiolvasztani kívánt étel mennyiségét kell csak gramban meghatározni, szintén a forgókapcsoló segítségével. Ennek megfelelően a készülék tudni fogja, hogy mennyi ideig, illetve azon időtartamon belül milyen teljesítménnyel kell a kiolvasztást eszközölni ahhoz, hogy mondjuk az a jelenség ne jelenjen meg, hogy a közepe még fagyos, a széle meg mondjuk már megfő az ételnek. Hát ennek segítségével ez abszolút kiküszöbölhető. Ami még ugye a benne található magasított rács, az a grill funkciónál használatos. Ebben az esetben ugye a felül elhelyezkedő kvarc grillhez közelebb kerül a tányér, hogyha ezt erre helyezzük rá, tehát a hatásfoka sokkal jobb lesz a végeredmény. Ami még a készülék sajátossága, hogy a forgótányér az mindig ugyanabban a pozícióban fog megállni, ahogy elindítottuk a programot. Hát ha egyszerre adott esetben mondjuk több kávécsészét helyezünk bele, akkor mindig ugyanúgy fog megállni, ugyanabban a pozícióban, tehát tudni fogjuk, hogy adott esetben mondjuk melyik kávé kié.